Szakó János veterán horgász, már több mint 300 trófeával és éremmel rendelkezik, kupáit már alig bírják el a polcok. A sport iránt érzett szeretetéből és elkötelezettségéből azonban folyamatosan keresi az újabb kihívásokat. Utolsó versenyünk most az országos tagszövetségi horgászbajnokság volt, a OHCB-nek mondjuk régóta, ott második helyezést értünk el, előtte volt a világbajnokság, a veterán világbajnokság, ott a magyar veterán válogatottal szintén második helyezést értünk el, és egyéni bajnokság volt, még a magyar egyéni bajnokság, veterán egyéni bajnokságot negyedik helyezést értem el. A szegedi világbajnokságra a legjobb versenyzők kvalifikálták magukat, Spanyolországból, Olaszországból, de még a tengeren túlról érkezett sportolókkal is meg kellett küzdenie. Nehezen találtuk meg, napokon keresztül volt a kísérletezés, hogy mi lenne a jó taktika, ami eddig Szegeden volt, itt volt Magyarországon, és a szegedi pálya nekünk ismerős volt, de hát sajnos semmi nem úgy működött, ahogy előtte szokott, és akkor új dolgokat kellett kitalálni. És hát sikerült úgy megoldanunk, hogy másodikként fordultunk első nap is, és meg is tudtuk tartani a második helyünket. Muszáj volt apró halat is fogni, mert csak nagy hallal nem lehetett eredményt érni, de csak apró hallal se. Tehát apró halazni kellett, és közben meg kellett fogni egy-egy jobb pontyot is. Az országos bajnokság, ahogy a neve is mutatja, több alkalmas horgászatot takar, aminek a végén az összetettben a legjobban teljesítői lehet a cím. Az országos bajnokság az 6 fordulóból áll, 3 forduló volt szintén itt Szegeden a világbajnokság előtt, és 3 forduló volt Gyoma Endrődön, ami egy keszeges pálya, egész más horgászatot kellett csinálni, mint Szegeden, és hát ott is viszonylag sikerült jó eredményt elérni. A sikerek egyik titka az állandó keret. A csapatba nehéz bekerülni, ezért kiemelkedő és hosszú távon jó teljesítményt kell nyújtani annak, aki világversenyeken szeretné képviselni hazánkat. A világbajnokságon már évek óta körülbelül ez a 4-5 fő jön, esetleg egy-egy fő cserélődik rajta. A megye válogatottnál ott a megyei versenyek alapján dől el, hogy kik képviselik a megyét, hogy kik a legjobbak közül a megyei versenyek alapján a legjobb eredményt elért versenyzők képviselik a megyét. Volt nekem ilyen nagyhalas korszakom is, ahol amikor fogtam 21,5-24 kilós harcsát, vagy nagy amúrokat, pontyokat. Hát a versenyzésben, meg hát a kupákban, vagy a versenyen elért eredmények alapján. Én nekem most éppen összeszámoltam, hogy jöttek 7 világbajnoki érmem van, 1 arany, 3 ezüst és 3 bronz. Egyes sportversenyek több napot is felkarolnak. Előfordulhat olyan eset is, hogy akár egy héttel a rajt előtt már a helyszínre kell érkezni. Például most a világbajnokság, ugye szombat-vasárnap egy-egy forduló, de már hétfőn elmentünk, és 4 nap edzés van, tehát 4 napig, és ugyanez, hát a magyar bajnokságban egy héten 3 forduló van, és akkor előtte minimum 3 vagy 4 nap edzés. Tehát régen nem voltak ilyen nagy felkészülések, legfeljebb egy nap volt egy kötelező edzés, most egyre többet fordítanak, tehát egyre jobban, akik időt tudnak ráfordítani, energiát, azok egyre jobban fel tudnak készülni a adott vízterületből, hogy lehet a legtöbb halat fogni. Ha újra beválasztanak válogatott keretnek, akkor jövőre Franciaországból lesz a világbajnokság, akkor remélem, hogy oda mehetek. Szakó János tehát tovább küzd azért, hogy a jövőben még gyarapíthassa világbajnok érmeinek számát.